Tetőket bontott meg, házakat öntött el, fákat döntött ki, Baranyára is lecsapott a vihar. Információk, tükeajándékok, kávézó, megnyílt a Pécs.pont turisztikai központ. Indulhat a Jókai tér burkolatcseréje, megrendelte a köveket a város. Az áramot is lekapcsolhatják, a Dóri házért aggódik a DK. Köszöntöm nézőinket, Önök a Pannon Televízió híradóját látják. 1307 fogyasztási hely maradt reggelre áram nélkül Baranyában. Felhőszakadással és viharos erejű széllel csapott le a vihar a megyére az éjjel. A pécsi, komlói, mohácsi, siklósi és a szigetvári hivatásos tűzoltó parancsnokság, valamint az őrsök egységei folyamatosan számolták fel csütörtökön a vihar okozta károkat. Összesen körülbelül 80 riasztás érkezett a Baranya megyei katasztrófavédelmi igazgatóság ügyeletére, ahol most már megerősített ügyelet látja el ezeket a feladatokat. Ezek jellemzően a viharkárok okozta fakidőlésekkel, áramkimaradásokkal, illetőleg lakás elázásokkal, pince elázásokkal kapcsolatos feladatokat jelentettek a beavatkozó egységeink részére. Újabb konzultáció kezdődött a kormányhivatalokban és a járási hivatalokban az állami rezsicsökkentésről, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján. Lázár János elmondta, augusztus 19-éig várják az állampolgárok véleményét arról, hogy a közigazgatási bürokrácia csökkentés jegyében milyen eljárásokban lenne szükség újabb egyszerűsítésekre. Emellett arról kérik ki az emberek álláspontját, hogy milyen engedélyezési eljárásokat kellene átalakítani, és mely jelenleg fizetős szolgáltatásokat kellene olcsóbbá, ingyenessé tenni. A miniszter a kormány első féléves munkájáról tájékoztatva arról is beszámolt, hogy 20 ülést tartottak az első fél évben, a kormány 648 előterjesztést tárgyalt meg. Igazi tüke ajándékbolt és kávézó is lesz abban az új komplex szolgáltatásokat nyújtó turisztikai központban, ami csütörtökön nyílt a Széchenyi téren a volt könyvesbolt helyén. Mindent lehet majd kapni, még plüss zsolnai bikafejet is. A városvezetés egy évvel ezelőtt határozta el, hogy a Pécsre látogató turistákat segíteni kell. Így született meg a Pécs.pont ötlete. Így néz ki az átalakított egykori könyvesbolt a pécsi városháza sarkán. Itt alakították ki a Pécs.pontot. Betérő turista oda tud menni, információt kap, eligazítást nyer, tájékozódik, térképet vesz a kezébe, vesz szuveníreket a boltban, megiszik egy kávét, ha éppen szüksége úgy tudja, akkor használja a mellékhelyiséget, leteszi a csomagét a ruhatárba és a megőrző lesz, ha sok mindent lehet tenni. Így foglalta össze a polgármester, mit fog adni ez a szolgáltatásokat nyújtó turisztikai központ. A csütörtöki megnyitón kiderült az is, hogy egyedi Pécset idéző termékeket vehetnek itt a betérők. Hat iparművész, 10 hónapos munka, egy nagyon izgalmas munka volt, én nem is gondoltam volna, tervezési időszak, le kellett modellezni, működik-e, rá lehet-e azt nyomni. Egy nagyon izgalmas időszak volt, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon szép termékeik vannak. Jelenleg közel egy 80 saját termékünk van, és körülbelül még egy-két hónapon belül egy körülbelül 20 termékkel fog ez bővülni. A zsolnai bikafejet idéző gyerekeknek szánt plüssállatok, órák, bögrék vannak a kínálatban, de Pécset idéző ruhákat, táskákat és egyéb tárgyakat is vehetnek maguknak a turisták. Valamint a vidéket idéző borokkal találkozhatnak a kávézóban a látogatók. Megrendelte a város a Jókai térre szánt új burkolatköveket csütörtökön, mondta a Pécs.pont átadóján a polgármester stábunk kérdésére. Így augusztus végén kezdődhet a dalmát mészkő cseréje. A tervek szerint november végére készülnek el a munkálatok. A városvezető azt mondja, a tér üzleteit nem kell majd bezárni, úgy végzik majd a munkát, hogy a beruházás alatt megközelíthetőek lesznek a kereskedelmi egységek, éttermek. A burkolatcsere közel 160 millió forintba kerül a Jókai téren. Ilyen hiányos és repedezett a pécsi Jókai tér burkolata, pedig csak 15 évvel ezelőtt rakták le a köveket 100 millió forintért. A térburkolatot hasított dalmát mészkőből alakították ki.
Hamar kiderült, hogy nem bírja az időjárási viszonyokat. 2003-ban már javítani kellett, majd 2009-ben megint. De nem tudtak segíteni a málló töredezett burkolaton. Ezért döntött úgy az önkormányzat, hogy újra kövezik idén a Jókai teret. Olyan helyzetbe jutottunk, hál' Istennek, hogy van forrás is ennek a megvalósítására. Sokkal jobb minőségű kőből, porfírból fog elkészülni az új burkolat. A kőrendelésről a mai nap döntött a közülés egyik bizottsága. Olyan értelemben a munka el fog kezdődni augusztus végén minden bizonyos, tehát egy hónap múlva, öt hét múlva. Csütörtökön született meg a döntés a burkolókövek megrendeléséről. A munkálatok augusztustól november végéig tartanak majd. De ez nem befolyásolja a téren működő üzletek forgalmát. Úgy készülünk, hogy üzletet nem kell bezárni semmilyen értelemben, tehát a megközelítés minden esetben lehetséges lesz. Nyilván lesznek kiemetlen időpontok, amikor pallón vagy egy kis átidaláson kell majd átlépni a munkaterületet, de szerintem ez magában nem gátolja a bevásárlást, az üzlet meglátogatását, tehát én nem számolnék az, hogy különösebb kár fog érni az ott lévő kereskedőket. Maradnak a szobrok a téren az átalakítás után is. A növényzet azonban átalakul. A tér klímáját jobban elviselő fák és egyéb zöld vegetáció kerül majd ide. A kőanyag bruttó 67 millió forintba kerül. A burkolást a Biocom végzi majd bruttó 89 millió forintért. Mindent összeadva 2001 óta a régi burkolat lerakásától kezdve a javításokon át a mostani burkolat cseréig mintegy 300 millió forintot költöttek a Jókai tér kövezetére. Jogerősen is végrehajtandó börtönbüntetésre ítélték azt a 18 éves sósvertikei fiatalembert, aki idén az év elején bombák felrobbantásával fenyegetőzött. Az ügyben a rendőrség és a pécsi törvényszék is gyorsan dolgozott. Februárban már bűnösnek mondták ki BK-t terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés miatt. Akkor 2 év börtönt szabtak ki rá. Szerdán a pécsi ítélőtábla enyhítette az ítéletet, 1 év letöltendőre csökkentve azt, és a bűncselekményt is átminősítette veszélyeztetésre. Az elítélt január elején hívta fel a segélyhívót, azt kérve engedjék szabadon egy Pécset fogvatartott ismerősét, különben felrobbantja a pécsi Széchenyi téren és az Árkádnál elhelyezett C4-es bombáit. A férfi fenyegetése azonban nem volt komoly, nem rendelkezett bombákkal, nem is látott ilyet soha, filmekből vette a nevét is. Sőt, az említett rab sem volt igazából ismerőse, néhányszor találkozott vele korábban, csak róla tudta, hogy börtönben van. Pénzhamisítás büntet megalapozott gyanúja miatt nyomoznak a kumlói rendőrök 2 férfi ellen, írja a polisz.hu. A rendelkezésre álló adatok alapján július 12-én 15 óra 30 perc körül egy 35 éves helybeli férfi hamis 10.000 forintos bankjeggyel akart fizetni az egyik kumlói boltban, azonban a pénztáros a bankjegyet nem fogadta el és értesítette a rendőrséget. OG a hamis pénzt a vásárlás előtt kapta sógorától, aki állítása szerint a bankjegyet aznap délelőtt Pécsett a vásárcsarnoknál találta. Az 53 éves Belvár Gyulai férfi a vásárcsarnokban az egyik bankjegyet fel is használta. A két férfi ellen pénzhamisítás büntet megalapozott gyanúja miatt nyomoz a komlói rendőrkapitányság. Nem kapták meg az állami támogatást, így problémát okoz a nővérek, orvosok, terapeuták kifizetése a pécsi Dóri házban. Nem elég az adományokból befolyt összeg a működésre, így akár az áramot is lekapcsolhatják az intézményben. A DK szerint veszélybe került a gyógyíthatatlan beteg gyermekek ellátása Pécsen, ezért felszólítják az Emberi Erőforrások Minisztériumát, hogy ígérgetések helyett finanszírozzák a hospiszházat fenntartó alapítvány működését. Nem tudja, miből fizesse ki orvosait, nővéreit a pécsi Dóri házat működtető Szememfénye Alapítvány. Sajtóhírek szerint március óta várják az intézményben azt az 5 milliós állami támogatást, amit akkor megígértek nekik. Bajba kerülhet a gyógyíthatatlan beteg gyermekek ellátása Pécsen, ezt mondja a Demokratikus Koalíció képviselője. A párt felháborítónak tartja, hogy a szaktárca csak ígérget, végül pedig nem tesz semmit. Kikapcsolták a telefonjukat, le kellett állítani a két gyermekmentőt, és az is előfordult, hogy magában a Dóri házban az elektromos áramot kapcsolták ki.
Úgyhogy az a helyzet, hogy az emmi haldokló gyermekeknek a sorsával játszadozik, ezt pedig nagyon felháborítónak tartom. Tavaly jelentette be a kormány, hogy a TB alapból finanszírozná a gyermekhospice házak éves kiadásait. Márciusban ebből a forrásból még nem látott semmit az alapítvány. Hogy ne legyen fennakadás a gyerekek és szüleik ellátásában, ezután 5 millió forintos gyors segélyről kaptak ígéretet. Ez sem érkezett meg, így került szorult helyzetbe az intézmény. A politikus nő szerint nem először fordul elő, hogy a beígért támogatás nem jut célba. Pécs városnak is van két szervezete, honnan ugyancsak nem érkeztek meg az első fél évben az EMI pénzek, a szimfonikus zenekar és a zsolnai kulturális negyed. És hát én ezt tendenciózusnak tartom a minisztériumnak a működésében. Egyszerűen úgy látom, hogy képtelen ellátni azt a rendszert, amiért felelős. Az ügyben kerestük a minisztériumot is. Válaszlevelükben azt írják, az alapítvány hiányosan nyújtotta be azokat a dokumentumokat, melyek a támogatási szerződés aláírásához szükségesek. A pénzt az alapítvány haladéktalanul meg fogja kapni, amikor ezek a dokumentumok megérkeznek. Azt is írják, hogy a szaktárca a kérdésben folyamatosan egyeztet a Dóriház munkatársaival. A Szememfénye Alapítvány elnöke a jövő hétre ígért tájékoztatást. Meghibásodott az ivóvízhálózat egy része Pécsett a Szigeti úton. A Tettye forrásház szakemberei dolgoznak a sérült vezeték cseréjén július 13-ától. A munkálatok alatt a Sliven áruház melletti gyalogos átkelőhely környezetében félsávosra szűkítik az utat. Az útszűkület miatt torlódásokra lehet majd számítani, az útszakaszt érintő buszjáratok pedig emiatt kisebb késéssel közlekedhetnek. A Biokom és a Tettye forrásház arra kéri a közlekedőket, aki teheti, kerülje el ezt a szakaszt, tekintettel a Hungária úton is folyó gázvezeték felújítási munkálatokra. A második negyed évben több mint 160 ezer használt személygépkocsi cserélt gazdát belföldön, 18%-kal több, mint tavaly ugyanebben az időszakban, közölte a használtautó.hu. A járművek több mint fele legalább 12 éves volt, ezek átlagára 1 millió forint alatti. Továbbra is az Opelt választják a legtöbben, de a Suzuki-ból és a Volkswagenből is sokat vásárolnak. Az idén átminősítésre jelentkező pedagógusok több mint fele csak nem 13 ezer lépett magasabb fokozatba az előmeneteli rendszer alapján, tudta meg az oktatásért felelős államtitkárságtól a Magyar Idők. Az első kategóriába több mint 1000-en jutottak be, a másodikba pedig csak nem 9000-en. A mesterpedagógus fokozatot több mint 2000-en érték el, a kutatótanárok pedig 125-tel vannak többen. A legmagasabb fokozatban dolgozók bére körülbelül 500 ezer forint. Zajlik a felkészülés az augusztus 6-án kezdődő NB3-as szezonra. A PMFC felnőtt labdarúgó csapata ettől a héttől már edzőmeccseket is játszanak. Szerdán idegenben Bonyhád ellen játszottak a piros-feketék. Megkezdődtek a felkészülési meccsek a PMFC felnőtt labdarúgó csapatánál. A tréningeket Márton Gábor vezetőedző irányítja. A futballisták napi 1-2 edzéssel készülnek a szezonra, ezen a héten szerdán pedig már a Bonyhád ellen játszott a csapat. Nagyon fáradtak a játékosok, de úgy gondolom, hogy tegnapi mérkőzésen jól oldották meg a dolgokat, tehát sok helyzetet dolgoztunk ki, sokat futottak a helyzethez képest nyilván. Jól működött a dolog, stabilak voltunk a védekezésben az ellenfélnek szinte, sőt gyakorlatilag nem is volt helyzete. A PMFC utánpótlás csapata tekintetében kiemelt akadémia lett az együttes. A piros-feketék tehát minden tekintetben fejlődnek. A legnagyobb hangsúlyt mégis a felnőtt csapat kapja. A felnőtt csapat tekintetében mindenféleképpen szeretnénk eljutni az osztályváltásig, tehát a professzionális labdarúgást területére. Ugye most jelen pillanatban az NB3 az még amatőr státuszú labdarúgókkal történik. A szerdai bonyhádi találkozó után szombaton hazai pályán várják a pécsiek Szekszárd együttesét. Így nem csak idegenben nézhetünk edzőmeccseket. Tolna és Somogy megye híreivel folytatjuk. Házakra és utakra dőlt hatalmas fákat és több ezer áram nélkül maradt embert hagyott maga után a szerdai jel és csütörtök hajnalban pusztító vihar Tolna megyében. A legnagyobb bajt Kalaznó és Decs térségében okozta a helyiek által tornádószerűnek leírt szélvihar. Volt, akinek lakhatatlanná vált a háza, a tűzoltók pedig még késő délután is a romok eltakarításán dolgoztak. Gyökerestül csavarta ki a szél ezt a 20 méteres fenyőt Decsen. A fa a mellette lévő ház tetejére dőlt.
A házban lakó idős házaspár épp aludt. Mindketten a hatalmas robajra ébredtek fel. A feleség annyira megijedt, hogy még kora délelőtt órákkal később is sokos állapotban volt. A nő a kameránk előtt sírta el magát. Borzasztó volt. Bentről néztük. És utána kijöttem, akkor láttam, mi történt még jobban. Élesben, mikor már állt az eső. A tűzoltók órákon át dolgoztak, hogy le tudják emelni a több mint 20 méter magas fenyőt a ház tető szerkezetéről. Az ott élő férfi azt mondta, úgy érezték, az egész életük munkája kárba veszett, amikor meglátták a beszakadt plafonon átömlő esőt. Egy nagy zuhanás, azt akkor már össze volt törve minden. Az első meg csúrt volt be, itt is, meg amott is a háznak a túlsó végén. Az idős házaspárnak az önkormányzat azonnal felajánlott egy szükséglakást, de ők inkább egy ismerősük házába költöznek most be. A falu alpolgármestere egyébként egész nap a helyreállításon dolgozott, fóliát és cserepet vett, és a biztosítóval is felvette a kapcsolatot. Nem csak Decsen okozott hatalmas károkat a vihar. Ezen a nézőnk által beküldött videón az látszik, hogy a szekszárdi Bezerédi utca szabályos folyóvá duzzadt. Egy másik nézőnk fotója pedig azt mutatja meg, hogy nagyméretű kukákat borított parkoló autókra szél Szekszárdon. Kalaznon pedig szintén egy házat tett tönkre az eső. Szerda óta összesen 90-szer riasztották a katasztrófavédőket, a legtöbb helyen utakra és házakra dőlt fák és beázott pincék miatt kellett vonulniuk. Még csütörtökön, késő délután is folyamatosan hívták őket a bajba jutott emberek. A bejelentések most is folyamatosan érkeznek a megyei művelet irányítási központba. Jelenleg 17 káreset felszámolásán dolgoznak a kollégáim, összesen 7 helyszínen végeznek katasztrófavédelmi műveletet. A meteorológiai előrejelzés szerint pénteken újabb szélviharok érhetik el Tolna megyét, de a mostanihoz hasonló komoly pusztító viharra egyelőre nem kell készülni. 40 milliárd forintos forrásból fejleszthetnek a borászok. A pályázatot a miniszterelnökség hirdette meg az ágazat korszerűsítésére. A termelőkön kívül a szektor kis- és középvállalkozásai is igényelhetik a támogatást, többek között gépek, technológiák beszerzésére. A somogyi borászok is szeretnének fejlődni, ezért már az elképzeléseik is megvannak. Tulajdonképpen a komplett vonal az öblítőtől a palckozón át a címkézőig 16 éve működik nálunk, és egyrészt kinőttük, másrészt technológiailag elavult. A berendezések már felújításra, cserére várnak ebben a balatoni pincészetben. Bújdosó Ferenc szerint sokszor visszaveti a munkát a gépek elavultsága, lassúsága. A miniszterelnökség által meghirdetett pályázatnak köszönhetően összesen 40 milliárd forintos forrás áll rendelkezésre a borászatok fejlesztésére. A termelőkön kívül a szektor kis- és középvállalkozásai is igényelhetik a támogatást, amelyből gépeket és technológiákat tudnak majd beszerezni a borászok. Ebből a keretösszegből remél forrást Bújdosó Ferenc is. Pincészete évente jelenleg mintegy 300 ezer palack bort tud piacra dobni. Ha ez a fejlesztés megvalósul, akkor 500 ezer, 1 millió palack között tudnak gyártani. Elsősorban a vidékre jellemző könnyű fehér, gyöngyöző és rozéborokat állítanak elő. Jelen pillanatban azonban már kicsi a kapacitás, így acéltartályokra és hűtőberendezésekre is pályáznának. A fejlesztés mintegy 400 millió forintba kerülne, ezt önerőből nem tudnák megvalósítani. Ez egy közel 30%-os kapacitás bővítés a jelen állapothoz képest, és erre helyek közel már a piaci igények is megvannak. Tehát ugye, amíg a korábbi években tartálykocsiban voltunk kényszerűek eladni a bort, erre most úgy néz ki, hogy lepalackozott formában is vevőnk lenne már. A fejlesztéssel munkahelyet is teremtenének a pincészetben, mondja Bújdosó Ferenc. A borászatok versenyképességének és energiahatékonyságának javítására fordíthatják a termelők azt a 40 milliárd forintos pályázati keretet, amelyet meghirdetett a miniszterelnökség. Egy igénylő maximum 200 millió visszanemtérítendő támogatást kaphat. Több esetben is csalta a táppénz kifizetésekkel Kalaznó polgármestere. Ezt állítják azok a közmunkások, akik közül többen önként mondtak fel korábbi munkáltatójuknál, a település vezetőjénél. A polgármester egyelőre nem akart reagálni a vádakra. És az volt rá neki a válasza, hogy ki vagy rúgva, ne is vedd fel a munkát.
Kirúgta őt a polgármester a közmunkaprogramból, pedig orvosi igazolása volt arról, hogy azon a napon súlyos beteg volt. Ezt mondja ez a férfi. Félt a következményektől, ezért nem vállalta az arcát és a hangját, pedig ő és több korábbi közmunkás még fel is jelentették egykori munkáltatójukat. A munkaügyi bíróságon kezdtek, de a kormányhivatalnál is jártak. Azt mondják, a település vezetője őket ugyan elküldte, de más közmunkások után akkor is felveszi az állami pénzt, amikor azok meg sem jelennek reggel a munkahelyükön. A polgármester úr bérél dolgoztassa az embereket, hogy bejelenti őket napi bejelentése a tévé felé. Ezt nem tudom bizonyítani, de viszont azt tudom bizonyítani, hogy a jelenlétjében szerepelnek az embereknek a neve. Azt mondják, volt olyan közmunkás, aki mellhárta gyulladással sem mehetett el betegszabadságra. Egy másik nő pedig azt állítja, azért esett el minden támogatástól, mert mint mondja, a polgármester egyoldalúan azonnali hatállyal megszüntette a munkaszerződését, mert szabadságot akart kivenni. Ő bennünket most olyan hátrányos helyzetbe hozott, hogy a tél előtt a gyerekeket be kell iskolázni, megélhetésbe, egy fillért nem fogunk kapni sehonnan se. Megkerestük az eset miatt Kalaznó polgármesterét is, de ő nem nyilatkozott az ügyről. Üzemanyagot szállító tartálykocsiba csapódott egy személyautó Szekszárd mellett. A balesetben a sofőr súlyos sérüléseket szenvedett. Az őt ellátó orvos szerint a felépülése hónapokig tart majd, és a kezét soha nem fogja tudni majd úgy használni, mint korábban. Órákon át helyszíneltek a rendőrök és a katasztrófa védők az M6-os autópálya Szekszárd és Őcsény közötti lehajtójánál. Az üzemanyagot szállító kamion kora délután ütközött össze a személyautóval. A tartálykocsi épp tele volt üzemanyaggal, a szivattyújára kötött tömlőből több liter is az aszfaltra ömlött. A katasztrófa védőknek ezért különleges beavatkozást kellett elvégezniük. Mivel veszélyes áruról volt szó, kollégáim egy különleges hatósági eljárást, az úgynevezett ADR ellenőrzést folytattak le, amely ellenőrzésnek az a célja, hogy azt állapítsa meg, hogy a balesetet megelőzően szabályosak voltak-e a veszélyes áruszállításnak a feltételei, megfeleltek-e a hatályos jogszabályokban foglaltaknak. Mindkét járműben csak a sofőrök ültek. A kamiont vezető férfi sérülés nélkül megúszta, a személyautót vezető 56 éves sofőr viszont 8 napon túlgyógyuló sérüléseket szenvedett. Őt ide a szekszárdi Balassa János kórházba szállították. Nyílt csukló fölötti alkartörés szenvedett. A keze és mindkét oldalán több bordája is eltört, emellett a tüdeje is sérült a Suzukit vezető férfinak. Az őt ellátó orvos szerint hónapokig fog tartani, amíg felépül, és a csuklóját már soha nem fogja tudni úgy mozgatni, mint a baleset előtt. Jelenleg a műtőben van, bal nyílt alkartörés műtéti ellátása folyik. Hogy pontosan mi miatt ütközött egymásnak a tartálykocsi és a Suzuki, az egy későbbi vizsgálat során derül majd ki. Mint ahogy az is, hogy a baleset előtt közvetlenül szabályosan közlekedette a veszélyes anyagot szállító sofőr. A helyszínelés ideje alatt a rendőrök irányították a forgalmat. A forgalomkorlátozás nem sokkal délután 5 óra után szűnt meg. Az időjárás előtt a legfontosabbak következnek egy-egy mondatban. Tetőket bontott meg, házakat öntött el, fákat döntött ki, Baranyára is lecsapott a vihar. Információk, tükeajándékok, kávézó, megnyílt a Pécs.pont turisztikai központ. Indulhat a Jókai tér burkolat cseréje, megrendelte a köveket a város. Az áramot is lekapcsolhatják, a Dóri házért aggódik a DK. Pénteken marad a szeles idő, többfelé erős, helyenként viharos lökésekkel. A hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett gyakran lesz erősen felhős az ég, esőre, záporra estétől számíthatunk délkelet felől. Hajnalban 10-15, délután 21-26 fokot mérhetünk. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Viszontlátásra!